174 évvel ezelőtt végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 12 honvéd tábornokát, Pesten pedig gróf Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány volt miniszterelnökét. 2001 óta ez a nap a magyar nemzet gyásznapja. Török Szent Miklóson, a katolikus temetőben, a honvéd síremléknél tisztelgünk a vértanúk emléke előtt. A történelmi egyházak képviselői Cáran Bálint káplán és Butyka Béláni református vallástanár mondott közös imát az ártatlanul kivégzett honvéd tábornokok lelki üdvéért. A Török Szent Miklósi Református Oktatási Központ Bethlen Gábor Református Általános Iskolájának 6. B-osztályos tanulói idézték fel történelmünk ezen időszakát. Vitéz Bánó Attila író, történész, historikus törzskapitány mondott ünnepi megemlékező beszédet. Tisztelettel köszöntök minden megemlékezőt. A 13 aradi vértanú és a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos miniszterelnök halálának emléknapján minden évben fejet hajtunk az 1848-49-es szabadságharc legismertebb hősei előtt. Fejet hajtunk és egyúttal tisztelettel emlékezünk arra a három aradi vértanúra is, akik nem a nevezetes kivégzések napján áldozták életüket. És természetesen emlékezünk a szabadságharc többi ismert és ismeretlen hősére, akik ugyancsak életüket adták a véres csaták során, bizonyságát adva népünk szabadság szeretetének, a magyar haza iránti elkötelezettségének. Az aradi 13 hős nevét sokszor hallottuk, és hallottuk most a Református Iskola kedves hallgatói részéről is ezt a névsort, és én csupán azért sorolnám fel őket ismét, hogy elhangozzék a származásuk, illetve az életkoruk is. Csaknem másfél hónappal, 1949. október 6 előtt, augusztus 22-én az Aradhoz közeli Csála erdőben akasztották fel a császáriak a német származású báró Aranyosi Ormai Norbert ezredest, aki ilyen formán az első aradi vértanú, akit az első aradi vértanúnak tekinthetünk. A 36. születésnapján végezték ki. Az október 6-án kivégzettek neve már ismerősebben cseng, kötél általi halált haltak, Knézics Károly vezérőrnagy, horvát-magyar származású, 41 éves. Miként a társai ő is több csatába jeleskedett, és itt Török Szent Miklósnál is harcolt a császárpárti szerb támadókkal szemben. Nagy Sándor József vezérőrnagy, magyar származású, 44 éves. Damjanics János vezérőrnagy, korábban hadügyminiszter, szerb származású, 44 éves. Aulik Lajos vezérőrnagy, korábban hadügyminiszter, német származású, 57 éves. Láner György vezérőrnagy, német származású, 54 éves. Lovak Pöltember Gernő vezérőrnagy, osztrák származású, 41 éves. Gróf Leiningen Westerburg Károly vezérőrnagy, német származású, 30 éves. Török Ignác vezérőrnagy, magyar származású, 54 éves. Gróf Vécsei Károly vezérőrnagy, magyar származású, 45 éves. A golyó által kivégzettek: Kiserdő vezérőrnagy, örmény származású, 50 éves. Svejde József vezérőrnagy, német származású, 53 éves. Dezsőfi Arisztid vezérőrnagy, magyar származású, 47 éves. Lázár Vilmos ezredes, örmény származású, 31 éves. Ugyanezen a napon végezték ki gólya által Pesten gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar miniszterelnököt, aki 43 esztendős volt. Október 20-án ugyancsak gólya által végezték ki a magyar Kazinczy Lajos ezredest, aki mindössze 29 éves volt, a vértanúk közül a legfiatalabb. 1850. február 8-án bántalmazások következtében hunyt el Aradon Lenkei János tábornok, magyar származású, aki fogsága alatt megtébolyult, 42 éves volt. Ludwig Hauk, Hauk Lajos alezredes, osztrák származású, 1850. február 19-én kötél által halt mártír halált, 50 éves volt. Őt tekintjük a 17.
aradi, bocsánat, 16. aradi vértanúnak, hiszen Pajcsányi Lajos nem volt aradi vértanú. Azok a kedves barátaim, akik erre a mai megemlékezésre felkértek, nem tudhatták, hogy személyes okok miatt is örömmel tettem eleget a meghívásnak. Egyrészt azért, mert dédapám Tapoly Lucska és kükemezei Bánó József Sáros vármegye 48-as alispánja és szabad csapat kapitánya, később a magyar képviselőház alelnöke, valamint bátyja Bánó Miklós, BEM tábornok seregének tisztje is, derekassan helyt álltak a szabadságharcban. Másrészt azért, mert Bánó Miklósnak szerepe volt Dezsőfi Aliszit honvéd tábornok aradi vértanú holttestének megszerzésében és a Sáros vármegyei Margonyára való elszállításában. Engedjék meg, hogy a családi érintettség miatt ezt a történetet röviden ismertessem. Dezsőfi holtteste 1850 tavaszáig, tehát mindössze fél évig volt az aradi vár sáncában eltemetve. Akkor három paraszt gúnyába öltözött magyar nemes ember egy paraszt szekérrel megjelent a várnál, ahol egy osztrák őrnagyot lefizetve kikérték a vértanú holttestét. A nyilván nem csekély pénz megtette hatását, az aradi katonák kiásták a testet, és egy ládába téve átadták a három férfinek. A férfiak egyike Bánó Miklós, a vértanú unokahúgának és keresztlányának, Dezsőfi Albertinának a férje volt, a másik a vértanú unokatestvére Dezsőfi Kálmán, a harmadik pedig Bideskuti Ernő volt, honvédőrnagy. A férfiak titokba tartották kilétüket, és Dezsőfi Aliszit holttestét is titokba vitték a felvidéki Margonyára, ami abban az időben mindössze pár hónappal a szabadságharc leverése után nem lehetett veszélytelen vállalkozás. A becses maradványokat szekérrel több száz kilométeren keresztül szállították a Lengyelországgal határos Sáros vármegyébe, ahol az említett Markonyán a Dezsőfi család egyik birtokán a fogazata alapján azonosították a vértanút. Ezután abba az erdőszéli sírkápolnába temették el, ahol azóta is nyugszik. Elnézést kérek, a jobb kezem egy kicsit rosszakodik. Az aradi vértanúk többségének holtteste Dezsőfi és tiszti szolgája által ugyancsak kimentett kisernő kivételével hosszú évtizedekig lappangott jelöletlenül az aradi sánc földjébe. Csak a véletlennek, illetve a kései gondos kutatásnak köszönhetően sikerült megtalálni, majd a végtisztességet megadva méltó módon eltemetni őket az aradi kivégzések helyszínén. A temetés 1974-ben történt, az 1884-ben emelt obeliszk alatt kialakított kriptában. Dezsőfi tehát Margonyán, kisernő pedig szintén családi kriptában nyugszik a vajdasági eleméren, az ottani katolikus templomban. Fel lehetne tenni a kérdést, nem volt-e hiába való hőseink áldozatvállalása, hiszen életüket adták és a szabadságharc is elbukott a túlerővel szemben. Tudjuk, az oroszok segítségére szoruló birodalmi önkény katonailag erősebbnek bizonyult a magyar honvédseregeknél. A zsarnokság eltiporta a magyar szabadságot, de az elnyomók győzelme, majd a szabadságharc utáni megtorló intézkedések mégsem tudták megtörni a magyarság függetlenség iránti vágyát és elszántságát. A birodalom győzelme csak látszólagos volt, mert a magyarok és az itt élő nemzetiségek velünk együttérző csoportjai lélekben nem törtek meg. És ez a lényeg. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a nép lélekben nem tört meg. Bizonyította ezt az önkényuralmi rendszerrel szembeni passzív ellenállással, a 48-as követelések teljesítéséhez való ragaszkodással, ami végül a Higgadt és Bölcs Deák Ferenc vezetésével az 1867-es kiegyezés során eredményre vezetett. Az aradi vértanúk halála tehát nem volt hiába való áldozat. Nem volt az az önrendelkezés számos elemének visszaszerzése miatt, de nem volt az a magyar szabadságeszmény fenntartása a későbbi korokra való átörökítése miatt sem.
A magyar szabadságharcok előző nagy állomása II. Rákóczi Ferenc fejedelem nevéhez fűződött. 1848-ig eltelt hozzávetőleg 140 év. Mindkét nagy küzdelmünk elbukott, miként korábban tököléjé, a török elleni számos harcunké, és mégis. A közbülső idők viszontagságai, az ismétlődő vereségek nem roppantották meg a magyart, hanem lélekben megerősítették. És ne feledjük, szabadságharcaink sorába beleillik a csaknem 70 évvel zajlott nagyszerű 1956-os forradalmunk is. Igen, van a magyarokban egy csodálatos lelki erő. Ez tesz bennünket képessé az újrakezdésre, arra, hogy ne adjuk fel a küzdelmet a birodalmi törekvésekkel szemben. Szabadságharcainknak, vértanúink áldozatának üzenetértéke van a mai magyarok számára is. Ma is hatalmas erők dolgoznak azon, hogy függetlenségünket csorbítsák, a nemzeti hatásköröket szűkítsék, végső soron egy olyan globális társadalmi masszába olvasszanak be bennünket, amelyben már csak mások engedelmes szolgái lehetünk. A magyarok egykor, ha kellett, életüket adták a szabadságuk megőrzéséért, és nem tűrték, hogy saját hazájukban idegenek vagy azok kiszolgálói uralkodjanak rajtuk. Az ő példájuk lebegjen a szemünk előtt, mert mi sem lehetünk alávalóak nagyszerű elődeinknél. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! A megemlékezés végén koszorúval fejezte ki tiszteletét Török Szent Miklós város önkormányzata nevében Markóth Imre polgármester, Polgár András alpolgármester és dr. Varga Imre jegyző. A megemlékezés virágaival tisztelegtek a Török Szent Miklósi járási hivatal vezetői, valamint önkormányzati intézmények vezetői, tisztségviselői, városunk oktatási intézményeinek pedagógusai, diákjai, a vitézi rend képviselői és helyi civil szervezetek tagjai.